A jelen helyzetben most csak a mindennapos testnevelés keretében és a KSA szakosztályaiban tudnak sportolni a diákok. Tudtuk meg Orosz István testnevelőtől. Mint a testnevelő elmondta, nehéz helyzetben vannak versenyzés szempontjából, mert az MDS felfüggesztette a versenyeket. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert az első, úgymond az A Magyar diák Szövetség felfüggesztette a versenyeket. Az első versenyt, úgymond az egyéni atlétika versenyt szabadba megtartották, és utána úgymond be is húzták a kéziféket itt a járvány miatt, felfüggesztették a versenyeket. Ezért mi is nehéz helyzetben vagyunk, mert nem tudunk készülni egy versenyre se. Nekünk is azért kisebb kort, is csoportokba tudunk foglalkozni a gyerekekkel. A versenyzőknek nehéz otthoni edzésre motiválni. A feladatokat sokszor a térhiánya miatt nem tudja végezni. Az edzés hiánya látszik a gyerekeken. A tavaly márciustól, ahogy elindult ez az online oktatás, én próbáltam meg, vagy készítettem is a gyerekeknek ilyen otthoni felkészüléseket, de a tapasztalatom, hogy nem sokan csinálták, vagy végezték el. Ott a gyerekeket azért otthon nagyon nehéz motiválni. Most, ha videót is küldünk, vagy, vagy edzésanyagot is küldünk, sajnos, vagy a, vagy a térhiány, vagy, vagy olyan helyen lakik, vagy él, ahol, ahol nem tudja azokat elvégezni, és így, így egy kicsit úgymond az edzés hiány az itt látszik a gyerekeken, mint a szakosztályon belül itt a labdarúgás terén is látszódott nagyon sok gyereken, hogy, 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 ne, hogy ez a márciustól júliusi hónapok kimaradtak az edzésekből. Elindult a focibajnokság, ott lehet látni, hogy a gyerekek edzettsége teherbírása csökkent, a fizikális felkészültségüket az alapoktól kell kezdeni. A teljes alapokról inkább a fizikális felkészítésre kell teljesen visszamenni, mert fizikálisan tényleg nagyon úgymond csökkent a, 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 a állóképességük, és ezeket úgymond szépen fel kell építeni, mert ha egyből beleugrasztjuk őket a mélyvízbe, akkor akkor izomsérüléstek, különböző sérüléseket fognak szenvedni. Szépen fel kell építeni, reméljük, hogy volt egy decemberben itt a szakosztályon belül is, én a labdarúgásról beszélnék, hogy osztályon belül is leálltunk egy másfél hónapra, és megint online edzésre tértünk át, de most januártól megint elkezdtük a, felkészülést, amúgy is a január-februári hónap egy, egy felkészülési időszak, és szépen fokozatosan adjuk a gyerekeknek is a terhelést. Idén a nagy vagy országos versenyt nem merték bevállalni, így majd jövőre próbálják meg. Sajnos uh, igazgató uh, asszonynal uh, egyeztetve, uh, megint ismét felkértek minket, hogy, uh, hogy vállaljuk és, és, és szerepeljünk a nagy uh, Sajnos nem mertük bevállalni itt a járványügyi uh, veszélyek miatt, uh, se a felkészülés uh, én úgy, érzi, uh, úgy értékeltem, itt a se tudnánk úgy uh, becsületesen elvégezni, és. Uh, én szeretek, szeretek úgy elindulni egy versenyen, ahol tényleg normálisan fel tudunk készülni. És nem akartunk kockáztatni, reméljük, hogy jövőre vagy a következő években tudunk majd szerepelni a nagy vagyon, de most ezt az évet kihagytuk. A Magyar Diák Sportszövetségtől sem kaptak még versenykiírásokat, így nem tudni melyik, mikor lesz megtartva, és mi az, amit bevállalnak a jelen helyzetben. Mezei futóverseny talán, de egyéb atlétikait nem valószínű. Az erőversenyek most iskolai szinten zajlanak, hogy a mozgást ne felejtsék el. Én személy szerint én, én, úgy terveztem, hogy már ebbe az évben nagyon nem fogunk versenyezni, esetleg a mezei futóversenyt, vagy az, a, az, atlétika versenyt esetleg olyan május-június végén meg tudják rendezni, de sajnos a labdajátékokat szerintem nem fogják tudni. Próbálunk itt az iskolába azért készülni, mert vannak reggeli edzések, a, a focistáknak is kis csoportokba szoktunk foglalkozni, házi versenyeket szoktam szervezni, a Úgymond tévéből merítem az ötleteket, például az Exlatlon verseny most zajlik azért a tévébe, és most erre készülünk a felsősökkel. Havonta volt egy-egy iskolai verseny, hogy megmozgassák a gyerekeket.